Nyílt napot tartott a Székesfehérvári Balettszínház szombaton azok számára, akik szerettek volna egy kicsit betekintést nyerni a balett világának kulisszái mögé. A színház már évek óta megszervezi az eseményt, ahol a balett szerelmesei testközelből tapasztalhatják meg, hogy milyen is egy délelőtt a próbateremben. Azt gondolom, hogy aki a tánccal kapcsolatba lép, az nem csalódik, hiszen itt a testet és a lelket karban tartja. Ugyanúgy, mint a zene, nagyon fontos a gyerekeknek a zene, nagyon fontos a képzőművészet, ugye a rajzolás, és ugyanilyen fontos, sőt, hát lehet, hogy az érre tolakszik a táncművészet, hiszen amellett, hogy művészet, amellett ér sport is, illetve sport. A hagyományhoz hűen a társulat tagjai egy kortárs bemelegítő tréninggel kezdtek, amit az aktuális repertoár próbája követett. Végül pedig a látogatók egy nyílt beszélgetés keretében feltehették kérdéseiket a balettművészeknek. Az esemény nagyszámú érdeklődőt vonzott a színház próbatermébe, az egészen kicsiktől az idősebb korosztály tagjai is megtalálhatóak voltak a közönségben. A vállalkozó szelleműek pedig akár ki is próbálhatták, milyen egy-egy gyakorlat. A társulat arra invitálta a nézőket, álljanak be közéjük táncolni. Ugye most már 5 évvel ezelőtt alapította a városvezetés ezt a társulatot, városkulturális intézményeként, és ezzel mi most már 5 éve járulunk hozzá a magyar táncélethez, gazdagítjuk a magyar táncéletet, és most már hál' Istennek hírünk is ment, hiszen kiváló partnerünk a Nemzeti Táncszínház, a rendre elutazunk és visszük a darabjainkat, és most már bizony teltházzal játsszuk azokat az előadásokat is. A Székesfehérvári Balettszínház repertoárjában a karácsony közelettével a Diótörő című mesebalett áll az élen, melyet a székesfehérvári közönség idén még 4 alkalommal láthat a Vörösmarty Színház nagy színpadán.